Pozsonyban tartottak csúcs találkozót a Visegrádi országok vezetői. Az ukrajnai háborúról, az ebből adódó gabonaválságról és a migrációról is egyeztettek. Az illegális bevándorlással kapcsolatban Orbán Viktor azt mondta, a magyar álláspont évek óta változatlan. Kiemelte a kormányfő, hogy mivel az új brüsszeli migrációs javaslat nem érte el ezt a célt, Magyarország folytatja a küzdelmet. Elemzéssel kezdi a ma reggelt Kis Gábor István is vendége. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt, kívánok mindenkinek, köszönjük szépen! is Bálint a néző Pontintézet elemzője a vendégem. Jó reggelt kívánok önnek is! Jó reggelt kívánok! Hát mielőtt belemegyünk a részletekbe, hogy mi is hangzott el a tegnapi találkozón, úgy általában véve azért vegyük észre, hogy ez a visegrádi összefogás még mindig milyen fontos Közép-Európának. Igen, ugye, hogyha megnézzük a Visegrádi összefogásnak a történetét, illetve együttműködésnek a történetét, akkor azt látjuk, hogy nem csak az uniós csatlakozást sikerült abszolválni, hanem az unión belül is az elmúlt 10-13 évben egy nagyon erős szövetség, regionális szövetség született, aminek egyik hajtóereje pont az illegális migráció elleni küzdelem volt, és be ezek az országok időről időre eltérő színezetű kormányokkal rendelkeztek, mégis megtalálták azokat a közös pontokat, ami által az unión belül a negatív tendenciákat, tehát a térségre nézve negatív tendenciákat, illetve javaslatokat tudták blokkolni. És bár az elmúlt egy-másfél évben nagyon sok kísérlet történt arra, hogy ezt a visegrádi összefogást megbénítsák, meggyengítsék, vagy akár lehetőleg meg is szüntessék hosszú távon, a mostani találkozónak talán ez az egyik legeslegfontosabb üzenet, hogy a visegráni lények továbbra is élnek, továbbra is ezek az országok meg tudják találni azokat a közös pontokat, amikben együtt tudnak működni, és tudnak letenni, akár közös javaslatokat, közös politikát is, és ezeket tudják továbbra is képviselni, még akkor is, hogyha esetleg vannak olyan kérdések, amikben jelen pillanatban nincsen teljes egyetértés. Na nézzük konkrétan az előbbi esetében milyen témák voltak tegnap napirenden, tehát az egyetértés témaköreiben, melyek voltak az átbeszélnivalók. valók? Ugye itt három témát érdemes említeni, az első és legfontosabb téma, az pont a migrációnak a kérdés, ugye maga Brüsszel Imáron az európai kormányfőket megkerülve e, e, megpróbálja a migrás kvótát újra bevezetni, e, ugyanminek az lenne a fő célja, hogy azok a migránsok, akik belépnek az unió területére, ezeket e, különböző számítási módszerekkel újra elosszák, e, vagy amennyiben egy tagállam úgy dönt, hogy nem kívánja ezeket a migránsokat elvenni, akkor forintba elszámolva 8 millió forintot kellene fizetni migránsonként, ez például Magyarország esetén hosszú távon egy több száz milliárd forintos úgymond büntetés is lenne, tehát jól látszik, hogy ez a fajta migrációs politika, mint Brüsszel erőltet, tehát ez valójában a 2015-ben kezdődött brüsszeli migrációs politikának a folytatása, a kritikákat Brüsszelben nem hallották meg, az érdekeket, a tagállami érdekeket nem hallották meg Brüsszelben, hanem továbbra is erőltetik a saját migrációs politikájukat, és a V4-ek ma világosá tették, hogy nem menedzselni kell a migrációt, hanem kezelni, megállítani kell, Ugye Magyarország álláspontja ismert, Magyarországnak az a célja, hogy aki be akar lépni a unió területére, annak először az unión kívül be kell adnia egy kérelmet, és amennyiben pozitív elbírálásban részt esül az illető, akkor léphet be az unióba. Tehát nem menedzselni, hanem megállítani akarjuk az illegális migrációt, és ebben egyetértés van a Visegrádi négyek között. Ez egy nagyon fontos pont. A másik kettő szintén nagyon fontos. Ugye itt egyrészt említeni kell a Nyugat-Balkánnak a kérdését. Ugye a Nyugat-Balkán az Magyarország szempontjából egy kivételesen fontos térségnek számít, és itt van tőlünk délre. Ugye egyrészt a migráció miatt nagyon komoly nyomás éri Magyarország déli határát, nagyon fontos, hogy együtt tudjunk működni ezért a nyugat-balkán államokkal. Másrészt hogyha megnézzük a világ térségeit, nincsenek olyan térségek, ahol egy nagy hatalom vagy egy regionális hatalom nevetné meg a lábát, és mind Magyarország, mind az Európai Unió számára nagyon fontosnak kell, vagy kellene, hogy legyen, hogy a nyugat-balkáni térség az, az európai integráció részévé váljon. Ugye ne felejtsük el, nem olyan régen komoly zavargások is voltak a balkáni térségben, Koszovó térségében, aminek a rendezésében a magyar katonák is részt vettek, tehát nagyon sok olyan szempont van, ami miatt Magyarországnak nagyon fontos, hogy ez a térség integrálódjon az Unióba. Az Unió már nagyon régóta ígéri ezt a fajta integrációt, de ezt még nem volt hajlandó megtenni, viszont Magyarország is, most már azt mondhatjuk, hogy a v 4 is kiállnak amellett, mellett, hogy ezt az integrációt fel kell gyorsítani. És a harmadik téma, ami Európa jövőjét erőteljesen meghatározza, az a zöld átmenetnek a kérdése, a német zöldek és Brüsszel egy nagyon erőltetett zöld akarnak elérni, viszont ez nagyon gyakran az ipar, illetve az átlagemberek életébe való durva beavatkozásként akarják végrehajtani, nem akarják figyelembe venni úgymond a tényeket, tehát bár a tagállamok egyetértenek abban, hogy igenis van szükség zöld politikára, van szükség zöld átmenetre, de ezt nem erőltetetten kell végrehajtani, hanem úgy kell, hogy közben az ipart, a versenyképességet meg kell őrizni. Itt is láthattuk, hogy a v kiállnak a zöld politika mellett, de ezt az iparral együtt akarják megvalósítani, tehát úgy, hogy Európa versenyképessége ne romoljon, ne felejtsük el, a világon óriási verseny van a cégekért, a befektetésekért, Amerikával versenyzünk, Kínával versenyzünk, Európa nem engedheti meg magának, hogy a, hogy a versenyképességét tudatosan, szándékosan csökkenti. Ugye ez a három téma, amelyet most felsorolt, tehát hogy finom hangolás is van természetesen az országok vezetői, a kormányfők között, mennyire tudja az éppen adott elnök a saját finom hangolással megszületett álláspontjait képviselni? Például mit várhatunk a következő féléves elnökségtől ezeken a területeken? Én úgy gondolom, hogy hogy a, a mindenkori elnöknek nyilván nagyon fontos szerepe van, hogy ezeket a témákat vezesse, a napi renden tudja tartani. Én úgy látom, hogy ezekben a témákban, tehát ebben a három témában mind a négy ország egyetért, vagy mind a négy ország fontosnak tartja. Tehát ebben a tekintetben. Egy pozitívum, hogy ugye eddig Szlovákia töltötte be az elnökséget, most Csehország lesz az, aki majd az elnöki pozíciót betölti, tehát én úgy gondolom, hogy ezeken a területeken továbbra is számíthatunk arra, hogy az együttműködés tovább folyik, és akár azt is várhatjuk, hogy közös politikák is megfogalmazódhatnak, akár v 4 belül, akár mondjuk a szokásos uniós sors találkozók előtt visszatérhetnek a v találkozók. A kikerülhetetlen volt nyilvánvalóan az ukrán-orosz konfliktus ebben a térségben, hát több ország is határos közvetlenül ezzel a konfliktus zónával. Ugyan nem ez volt a központi eleme ennek a megbeszélésnek, de miről egyeztettek a felek ezen a tárgyaláson? Ugye nagyon fontos, hogy amikor egy, térs, egy témában nincsen egyetértés, azt is fontos deklarálni, helyén kell tudni kezelni. Ugye látjuk azt, hogy Magyarországi nagyon erős békepárti álláspontot képvisel, és ez a békepárti állásponthoz ragaszkodik is, amiben együttműködés lehet, ez az ukrán gabonának a kérdése. Ugye maga az Európai Unió kívánja segíteni Ukrajnát, ennek egyik eleme az, hogy az ukrán mezőgazdasági termékeket, az eredeti célok szerint átengedi az unió határán, és majd ezek a termékek Afrikába, illetve egyébéhező területekre kerülhetnek. Ez volt a terv. A valóság ebből úgy nézett ki, hogy a közép-európai térségben maradt az ukrángobon, és ezért a közép-európai államok mezőgazdaságát én nagyon nehéz helyzetbe, egy válságos helyzetbe sodorta. Én úgy gondolom, hogy ezen a területen is további együttműködésre számíthatunk, hogy minden tagállamnak az az érdeke, hogy a ukrán az valóban olyan helyekre kerüljön, ahol valóban szükség van rá. A Visegrádi Együttműködés tehát egyértelműen folytatódik ebben a térségben. is Bálint, a Nézőpont Intézet elemzője volt a vendégem. Köszönöm, hogy itt volt. Köszönöm szépen.